Minden lakó megkapta már a kiértesítést a leolvasás időpontjára, mondta Csukle Tibor, a távfőszolgáltató igazgatója. Arról is beszélt, az elmúlt évtizedekben végzett szigetelések és nyílátzáró cserék hatására jelentősen csökkent az energiafelhasználás Szekszárdon. 5600 lakásunk van, ebből szinte majdnem, talán 100 lakáson kívül mindenhol van a fűtési költségosztó. Hát a használati melegvíz az meg minden lakásban van, úgyhogy azt mindet le kell olvasni. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ebben az évben a melegvíznél ott inkább túlfogyasztás van. Ugye a vírushelyzet miatt sokan voltak otthon, és az látszik, hogy megnőtt a fogyasztás. Az enyhébb tél miatt a fogyasztók visszatérítéssel számolhatnak, ugyanakkor a vírus miatti karanténhelyzet a melegvízfogyasztás emelkedését is hozta. A fűtésnél az enyhébb tél miatt visszatérítés várható, a mértékét azért nem tudjuk megmondani, hány lakás annyi, de városi szinten körülbelül úgy számoltunk, hogy ilyen 35-40 millió forintot kell visszatérítenünk. Ezt úgy fogjuk tenni, hogy az utolsó számlánál, hogyha van valami tartozás, akkor azt jóváírjuk nyilván, tehát azt fogja visszakapni, akinek nincs tartozása. Ezzel szemben ma még megmondhatatlan, hogy alakul a vízfogyasztás után a fizetés. Ez egy átlagszám, mondja Csukle Tibor, aminek még nem látjuk a mértékét.